Kellemes napot kívánok mindenkinek, én az önök műsorvezetője vagyok, nem egyszerűen egy GPS hang, hanem kifejezetten egy entertainer. Ez egy idegen nyelven azt jelenti, hogy szórakoztató. Én szórakoztató igyekszem lenni, nem úgy, mint esetleg mások, úgyhogy kérem, a jövőben is főleg engem válasszanak, mert százalékom van. Jó utat kívánok, jó vezetést és kevés eltaposott gyalogost! Jó estét kívánok! Én az önök GPS-e vagyok a továbbiakban. Szívesen állok rendelkezésbe, amennyiben japán partnerüket valakinek meg kell állnia végül. Minden nőt un valaki, ahogy szokták volt mondani, és ezügyben rendelkezésükre állok bármiben. Kevésbé vagyok jó, de abban is segítek némelykor, hogyha útvonalat szeretnének választani, de abban azért ritkában forduljanak hozzám, ha szabad kérnem. Egyet nem bírok, bocsánat, kettőt nem bírok összesen. A kompon hányok, ha lehetséges, akkor arra nem menjünk, vagy arra válaszolok egy másik hangot, illetve azt gyűlölöm, de attól kifejezetten rémült vagyok, hogyha elmegy a GPS-vétel. Kérem, biztosítsa folyamatosan a GPS-vétel. Egyebekben pedig jó vezetést kívánok, és jó hangulatot, és japán. Simogatom meg a buksi fejeckédet. Újra tervez a bácsi. Jó? Légzsák, de ennyivel? A legjobb a GPS-kedésben, a körforgalom, majd az első kijáraton menj ki. Jó estét kívánok! Én az önök GPS-e vagyok a továbbiakban. Szívesen állok rendelkezésbe, amennyiben japán partnerüket... Végül minden nőt unik a
Ahogy szokták volt mondani, és ez ügyben rendelkezésükre állok bármiben. Kevésbé vagyok jó, de abban is segítek némelykor, hogyha útvonalat szeretnének választani, de abban azért ritkában fordulnak hozzám, ha szabad kérnem. Egyet nem bírok, nem, bocsánat, kettőt nem bírok összesen. A kompon hányok, ha lehetséges, akkor arra nem menjünk, vagy arra válaszolok egy másik hangot, illetve azt gyűlölöm, de attól kifejezetten rémült vagyok, hogyha elmegy a GPS vétel. Kérem, biztosítsa folyamatosan a GPS vételt, egyebekben pedig jó vezetést kívánok, és jó hangulatot, és japán nőt. Köszönöm, hogy engem választottak. Köszönöm. Ez számomra olyan, mint a legbecsesebb így, és hát az is tulajdonképpen, nyilván százalékom van ezekből a dolgokból. Tehát jó utat, jó szurkolást kívánok, és mindenképpen balesetmentes közlekedést két feltétellel. Egy, nem megyünk kompra, mert azon hányok. Másrészt viszont a GPS vétel sosem szűnik meg, mert akkor elbizonytalanodom, és borzasztó dolgokat fogok mondani. Még egyszer tehát jó vezetést kívánok önnek, és balesetmentes közlekedést hát amennyire lehet. Körforgalom, imádom. Az első kijáraton kell meg kimenni.